Na, kisfiam, gyere csak ide! Jövő héten 10 éves vagy, ideje, hogy férfivá váljál. Látod azt a hegyet ott? Na, annak a túloldalán van egy falu, ez kb. 2 napi járás innen. Na, oda elmész, majd hajóra szállsz, és elmész a legközelebbi városba. Te egész télire bevásárolsz a családnak, és hazajössz. 7 körülbelül, oda-vissza. 7 múlva itt várlak. Agyart, hűséges kutyánkat majd vidd magaddal, mert ő majd megvéd a farkasoktól. Na. Na, nem kell izgulni, annyi idő sem, mert én már medvéket öltem. Jó? Tehát, eredjél. 7 óra itt legyél. Na, esetleg nem, akkor van még itt gyerek. Jaj, kicsikém, most, hogy 20 éves lettél most már. Igen, kicsikém. És eldöntötted, hogy fiú vagy végre. Igen, eldöntötted. Én most már megbíználok azzal, írtam neked egy bevásárló listát, nem hosszú. Tej, meg gríz, hogy főzhessek neked tejbe papírt, igen. Jaj, nem kell elmenned a nagyboltig, elég csak ide a kisboltig. De innen néznek az utcáról, jó? Tehát nézzek, hogy nehogy valami gond legyen. Jó, meg viszel magaddal a telefont, és végig kapcsolatban leszünk. Nem látom is a kisboltot, jó? Úgyhogy menjél, felhívlak, és végig beszélünk, ne izgulj. Ja, ne vidd el a fifikét, nem. Most, hogy útra ilyen allergénmentes tápot kapott, ezt a hipoallergénset, azóta fosik most, mert újat adtunk neki, úgyhogy jobb, ha nem viszed már. Amúgy is depressziós, mert megverte egy házi macska, úgyhogy ne vidd el. Na, csak úgy egyedül, bátran, na, gyerünk, menjél. Már 2 napot késik a kölyök. Tudja, ez is valami asszonytág valahol, vagy én nem tudom, mit csinál. Nekem meg igencsak most már le kéne cserélni ezt az inget. Asszony! Kéne mosni. A Istenem! Hol lehet már? Már 2 perce bement, és még nincs kint. Jó.